Sziasztok, örülök, hogy megnézitek a mai videómat. Előjáróban még annyit elmondanék, hogy a héten 50 feliratkozom lett pluszba, ami szerintem nagyon magas szám. Köszönöm szépen azoknak, akik feliratkoztak rám. A mai videó témája igazából a Nuketown Russia pálya lesz, hogy hogyan hagyjuk el a mappot, illetve hogyan menjünk bele a busz belsejébe. Ehhez, hogy ezt megvalósítsuk, szükségünk van egy Shield Turret-re, illetve egy Transform Shield-re. Ha ez megvan, oda kell menni valamelyik kerítés széléhez, lehetőleg a spam területén belül, és a shield türetet úgy kell lerakni, hogy minél közelebb legyen a kerítéshez. Ha ez megtörtént, háttal kell neki állni, és beleszállni a shield türetbe, majd egyből kispannolunk a pályára. Nem kell megijedni, elkezd visszaszámolni, mint hogyha meghalnánk, de ez nem fog megtörténni. Szálljunk ki ebből a shield türetből, és forduljunk kifele a pálya felé, tegyük le a transform shieldünket, ezen át kell majd ugornunk. Ha ez megtörtént, oda megyünk a pályán belül, ahova szeretnénk. Az egész pályát körbe lehet járni, annyi, hogy a kerítéshez közel ne menjünk, mert sajnos safe zone van ott, és meg lehet tőle halni. Viszont az egész pályát be lehet járni, mint láthatjátok most a videóban. Szóval mondtam nektek azt is, hogy a busz belsejébe bele lehet menni. Ez talán a legegyszerűbb, ehhez egyedül a shield turretre van szükség. Ugyanúgy, mint az előbb, csak a shield turretet a busz közelébe kell elhelyezni. Álljunk neki háttal, majd szálljunk bele, és hirtelen a busz belsejébe találjuk magunkat. Ilyenkor nincsen szükség a transform shieldre. Annyi, hogy a busz közepe felé ne menjünk, mert ki tud minket dobni onnan a játék. Illetve annyi ebben a jó még, hogy le lehet lőni az ellenséget. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videót, remélem tetszett, és tudtam vele segíteni. Sziasztok!